Híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. Üdvözlünk mindenkit, ez a Szeged Podcast. Hello. Hello. Itt a Gedzó. És a Kovácsom Norbert, nemű férfi. Sziasztok. Hello mindenkinek. Negyedik hónap 23. Ez azért fontos ez a dátum, mert hogy egy nap múlva a negyedik hap 24 lesz. Figyeld, mi jó, ezt, figyelj, matematikából ezt, mi maga matematikus, ezt fejből számolt aki? Így van. Ami azt jelenti, a jelenlegi információink szerint, hogy mivel ma bejelentette Orbán Viktor, tegnap meg már bejelentette Gulyás Gergely, hogy ma el fogjuk érni. Holnap is jelentsünk már be. Ma el fogjuk érni a 3,5 millió beoltottat, már hogy nem el is értük. Pont addigra, mire a nagyfőnök ment a... Kiszámolták ezek, értenek. A Kossuth Rádióba, és bemondták, hogy nyithatnak a teraszok. Ami azt jelenti, hogy holnap valószínűleg Magyarország nagyvárosaiban a vendéglátóhelyeken nagyon sok részeg ember lesz. Hát, ha nem is részeg, de hogy tele lesz, majd legalábbis tele sok a teraszok, igen, emberre. Ez jó, hát igen, mert van, lesznek kávézók is, meg lesznek cukrászdák is, meg fagylatok, persze gondoljunk erre is, de azért ismerjük mi a magyar néplélekeket. Ha már Orbán Viktort idézzük, ő is mindig a magyar néplélekről szónokol, hogy ezt mennyire ismeri. Na hát mi is ismerjük. És én azért ezt feltételezem. Tehát amíg egy hete megy ez a poén a Facebookon, hogy elérik a 3,5 milliót, és kezdődik a részleges nyitás. A részleges nyitásra próbál ez a gyenge poén, de mégis azért valamennyire érezzük, hogy ennek van valóság alapja. Na és mi arra gondoltunk, hogy akkor ha már itt ennyire hirtelen, de mégse hirtelen, régóta vártuk, de aztán mégis hamarabb eljött talán, mint gondoltuk volna, ez a nyitás, akkor hívjunk fel olyan embereket, akiknek most ez... Akik nyitnak, de annyira nyitnak, hogy ennek köszönhetően napok óta lázas munkában vannak. Nem úgy, mert akkor nem nyithatnának ki. Fú, de rossz volt ez. És a lényeg az, hogy ezek a szegedi vendéglátósok közül néhányan, akik, hát szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy fölhívtunk, hogy szerintem egy olyan 200 szegedi vendéglátót, kocsmárost, éttermest, mindenkit, és hát mindenki azt mondta, ne haragudjatok, srácok, de most handolunk, most pakolunk, most még most veszem fel az utolsó utáni munkavállalót, aki még hónapot fog poharat szedni. Tehát nagyon szívesen beszélnénk, mert persze, hát Szeged Podcastet mindenki hallgatja, tehát hogy nekünk ez nagyon jó lenne, ha itt de nem tudunk, hát egyszerűen nem bírunk, tehát nincs elég ember, és dolgozni kell. Úgyhogy az a pár ember, aki ma meg fog szólalni, azoknak nagyon sok pénzt kell fizetnünk azért, hogy nem, de nem, szóval, hogy ők nagyon kedvesek voltak és elvállalták. Van köztük olyan, aki állítása szerint lassan 168 órája nem aludt, úgyhogy őt fogjuk most legelőször felhívni, hogy aztán utána el tudjon menni egy kicsit pihenni. Hát ő Nagy Gergő, a Maláta és a Napfény műterem társtulajdonosa. Mind a két hely az ugye étterem is, meg hát pub, kocsma, nevezzük sörözőnk bárminek, söröző. Úgyhogy hát ők azért azok közé tartoznak, akik valamennyire tudták kompenzálni azt, hogy nem lehettek nyitva, hiszen menü is volt náluk, meg kiszállítás, stb. Sőt, talán azt hiszem, hogy még sör kiszállítással is próbálkoztak, ami egy különleges történet, úgyhogy ezt erre is rákérdezünk majd. Úgyhogy őt hívjuk fel először, hogy elmondja nekünk, hogy ő náluk mi a történet ebben. No. Szóval tényleg nagyon nehéz volt embert találni, azért maradjunk annyiba. Finoman szó. Egy-két telefon talán kettünk. No, de most. Micsoda kicsengés. Yeah. Micsoda. Igen. Oh, hello. Nagy Gergő, igaz? Hello. Igen. Akkor még nem aludtál, jó van, szevasz. Gedzó, Kovácsem Norbert, Nagy Gergő. Hát ugye elmondtuk a hallgatóknak, hogy Maláta és Napfény műterem témakörbe vagy te nagyon-nagyon képben, mert hogy te az egyik társtulajdonos vagy. És azt is elmondtuk már így előzetes engedélyeddel, vagy utólagos engedélyeddel a hallgatóknak, hogy te azzal a feltétellel vállaltad ezt a beszélgetést, hogy rövidek leszünk, mert nagyon keveset aludtál az elmúlt egy hétben. Ennek mi az oka? Igen. Gondolom nem azért, mert bulisztál. Nem, az oka, hogy ezerrel azon vagyunk, hogy a
teraszok kinyíljanak normálisan, meg olyan színvonalra, meg olyan szolgáltatással, ahogy ez kell, meg ahogy volt. És persze, hát számítottunk rá, meg nem most az egy hét alatt csináltuk, meg mindent, meg már előre gondolkoztunk, csak hát ilyenkor így rettentően sok minden kell egyszerre. De ilyenkor mi merül fel? Tehát milyen munkák vannak? Mit kell megcsinálni úgy nagyjából ugye laikus hallgatóknak, amikor egy ilyen hely, mint ti, nyitva is voltatok félig meddig, hiszen kiszállítástok ez az amaz volt, de közben azért a jelenléti kiszolgálás, a jelenléti oktatásból véve ezt a furcsa szót, szóval az nem volt, oda nem lehetett beülni, akkor ilyenkor mi az, nyilván ki kell pakolni az asztalokat, meg le kell őket törölni, meg föl kell söpreni, meg ilyesmi, de hogy mi az, ami még ilyenkor ami feladatot ad nektek, ami miatt egy hete dolgoznotok kell? Rengeteg körülmény. Olyan körülmény, ami mondjuk a vendégeknek a kényelmét, vagy azt a hangulatot szolgálja, hogy ők jól érezzék magukat, és nem észrevehető, vagy nincs előtérbe. Mire gondolok? Zene. Megfelelő világítás, működjön minden, technikai dolgok, tisztaság, irtózatos koszva minden kertben, ilyenkor a tavasszal ugye a fák dobálják a virágukat, a por, a pollen. Nyilván ilyenkor romlik el minden, amikor elő kell venni és használni kéne, kijavítani, felújítani. Nagy vonalakban ezt teszi ki, ezt a dolgot, mindennek a beállítása, a finom hangolása, az új étlap, az új itallap, technikai előkészítés, meg hát a személyzet. Tehát szerintem ebben a legnagyobb kardinális és legfontosabb dolog az a személyzet, hogy mondjuk nekünk szerencsénk van, mert mi novemberben azt a döntést hoztuk mind a két helyen, megpróbálunk mindenkit megtartani és valamilyen munkát adni nekik. De azért ez egy nagyon hosszú időszak volt, ez az 5,5 hónap, vagy nem is tudom, most így hirtelen 6 hónap majdnem. És azért volt lemorzsolódás, tehát nagyon sok pályahagyó volt, aki nem érte már ezt, és mondjuk elment más területre dolgozni. És ilyenkor most az összes hely Szegeden, aki ki akar nyitni, egyszerre vesz fel rengeteg embert, a rengeteg embert meg kell hallgatni, leülni vele, megegyezni, képezni, tanítani. Most egy totálisan más körülmény lesz azért, mert az, hogy a terasz kinyithat, vagy egy vendéglátóhely kinyit, jelen esetben azért más feltételekkel kell végezni. Ugyan nincs nagyon szabályozva, van egy ajánlás a névik részéről, hogy hogyan, de most tehát azért a higiénia az egy különösen fontos dolog. Tehát hogy tudjunk megfelelni a 1,5 méteres, 2 méteres távolságnak, hogy tudjuk napi szinten többször a kilincseket, az ajtókat, a mosdót, a mindent feltétleníteni, takarítani, erre meg legyen a megfelelő létszám. És nagyon fontos dolog, hogy mentálisan rendben legyenek az emberek, mert ugyanúgy, ahogy a vendégeket is, azért a kollégákat is megviselt ez az 5,5 hónap. És hogy nem nagyon gondolom, hogy működni fog elsőre, nem nagyon gondolom, hogy ez lesz a legfontosabb szempont minden vendégnek, hogy azt a színvonalat kapja meg tőlünk, amit régen megkapott, mert szerintem most nem szabadna így fogalmazni, de mindegy, csak jöhessen. Hozzáállása lehet mindenkinek, de hát azért ezek a kollégák ugyanolyan emberek, mint a vendég, aki itt ül, és nekik is ugyanúgy problémájuk volt, nekünk is, mindenkinek. Azért mentálisan oda kell állni egy vendég elé, aki szolgáltatást vár a pénzért, és valamilyen szinten korlátok közé van szorítva az egész, tehát meg kell értetni vele, hogy mi az, amit tehet, meg mi az, amit nem tehet, hova mehet, hogy mozoghat az egység területén, ha most dolgon megy, milyen messze legyen azért egymástól, meggyőzni őket, hogy azért a 6-8-10-20 fős foglalás nem feltétlenül jó, még azért jelen esetben, tehát én mindig azt képviseltem, nem is tudom, hogy pár hete valahol valakinek mondtam ezt egy interjúban, hogy nyissunk, de okosan. Mm. Tehát ezt valahogy most tolerálni kell mindenkinek, hogy jó ez, de mégis más, mint amire szokott lenni, mert oda kell figyelni még mindenre. Jogos. És azért annak nagyon örülök, hogy
nem ilyen írtózatos nyers szabályokba foglalták a működést, hogy már pedig csak így lehet, már pedig csak sorba állva lehet, már pedig csak ilyen igazolással lehet a teraszon. Tehát egy ilyen őrült keretek közé, mert ennek azért ennek a szegmensnek meg kell maradjon az a célja, hogy egy igényt szolgáljon ki, amiért valaki fizet, és annak arról kell szólni, hogy ő jól érzi magát. Na most ő nem fogja magát jól érezni, hogy folyamatosan terrorizálva van különböző dolgokkal, hogy mássák kezet vedd le a maszkot, nem ennyiben még várjál mostóba, stb. Tehát ez iszonyú. Én nagyon féltem ettől, hogy ez hogy lehetne megoldani, mondjuk, hogy jön egy személy, és akkor meg kell tőle kérdezni, hogy van-e egységi a dolgát. Tehát azért ez egy nagyon vékony nyíg. Ennek nagyon örülök, hogy a teraszon nem kell. Az, hogy a belső terekbe kell, az érthető. Az, hogy ezt hogy fogjuk tudni érvényesíteni azok felé, akik mondjuk nem rugalmasak, ezt nem tudom még, mert alapvetően jogilag semmi jogom nincs ahhoz, hogy bárkitől bármit kérjek. Hát igen. Holott a rendelkezés mondjuk erre szólít fel. Hát nem. Én bízom a vendégekben, meg a kulturáltságukban, hogy ezt megértik, és szerintem ezt nagyon normális kommunikációval meg lehet oldani. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk este 9 órakor, 8 korsos után már ez mennyire lett reális. Igen, az kicsit lehet, hogy az már nehezebb lesz, igen. Na, ha már itt adtunk a söröknél, ti ilyen sörökben vagytok ügyesek. Na most az van, hogy nálatok ráadásul olyan sörök vannak, amiket nem ilyen, tehát nem ilyen standard sörök vannak, hanem hogy... Nem dréher, meg aranyászok. Na most ezeket a söröket így folyamatosan szereztétek be, azt tudjuk, mert erről beszéltünk itt a fölvezetőben, hogy nálatok sört is lehetett elvitelre kérni. Igen. Szóval, hogy a sörgyár, tehát most az van, hogy a sörgyártók is azért úgy kombináltak, hogyha esetleg mondjuk nyitás van, akkor nektek azért legyen sörötök? Mert azért egy sört nem úgy van megcsinál, tehát egy sörkészítés az nem úgy zajlik, hogy kitalálom hétfőn, és akkor péntekre már van söröm. Tehát, hogy ez... Igen. Annyi legalábbis biztos nincsen, mint amennyi kellene. Hát ez egy nehéz kérdés, nyilván ők is leálltak. Tehát a magyarországi kisüzemi vagy kézműves sörfőzdéknek a piaca az 80%-ból Budapest. Most Budapest az eléggé leállt, és még rosszabb helyzetben volt, mint mondjuk szerintem bármelyik vidéki város. Ezáltal ezek a főzdék átálltak mondjuk webshopra, vagy online kiszállításra, vagy bármire, ami mondjuk kereskedelmi kiszerelést jelent, tehát konkrétan üvegbe, dobozba, bármi másba, és mondjuk a hordós kiszerelés az leállt. És ez egy nagyon nehéz kérdés volt, hogy mikor indulnak újra, mikor főznek. Hát ez ugye igen, nem egy koncertsörgyárról van szó most így név nélkül, aki több millió litert tart tartályokba, raktáron, és beindítja a termelést, és működik a dolog, hanem azért ezek kényesebb italok, tehát nagyobb logisztikát, meg odafigyelést igényel a kezelésük, és mondjuk eleve maga az elkészítés, ugye minimum 21-30-60, hát hány napról van szó, tehát nekik föl kell magukat főzni szó szerint. Ez egy nagyon nehéz dolog most, ez már másfél hónapja zajlik, ez a takuvaku, hogy most akkor elkezdjük, ne kezdjük, mennyit csináljunk. Mi mondjuk, most csak arányait nálunk mondjuk kocsmánként vagy éttermenként van mondjuk 10-16 csap. Egy csap mögé kell 3-4 hordó minimum, és akkor gyorsan ki tudjuk számolni, hogy itt közel 100 hordós mennyiségről van szó, és ez nem úgy van, hogy főhívom a beszállítót és a raktárba főrakják és jön, hanem ezeket le kell egyeztetni, némelyikére el kell menni, egy-kettő kiszállít, de ők sem úgy működnek, hogy most tartályszámot állásör, és jön, amennyit gondolunk. Másfél hónapja a kollégám, aki ezzel foglalkozik, ezzel szenved, hogy különböző megbeszélésekkel mennyit, milyen gyártási kapacitásban, milyen mennyiséget adjon le, ki kell kalkulálni, gondolkozni, tervezni. Most mondjuk az utolsó két hét könnyebb volt, nem lehetett sejteni dolgokat ugye a bejelentésekből, a számokból, a statisztikákból, hogy most mifelé vegyünk. Meg hát ez egy kockázat, tehát mondjuk konkrétan közel két hete itt áll a mennyiség, és be is fogunk tárolni. Tehát valószínűleg, hogyha elindulnak a hasonló típusú helyek az országba,
az ilyen mennyiséget vesz fel hirtelen, ami majd okoz egy hiányt, ami körülbelül júliusban fog helyreállni. Uh-huh. Magyarul most konkrétan 3-4 havi mennyiséget be kell tárolni ahhoz, hogy aki bejön vendég, vagy ezt a kínálatot, vagy ezt a szortimentet megszokta, az ne vegye észre, és ne kerüljön a csapra olyan sör mondjuk, amit nekünk nem tartozik az üzletpolitikánkon. Azt még áru, de én úgy tudom, de aztán lehet, hogy rosszul tudom, hogy a hordósör az hamarabb megromlik, mint a dobozos vagy üveges. Jól tudom ezt? Igen, eljárástól függ. Nyilván az üveges sörnél pasztorizálnak, fermentálnak, van több olyan eljárás, amivel úgymond a szalatossági ideje hosszabb tud lenni. Ez a kereskedelmi logisztika miatt van így. A hordónál ez úgy működik, hogy 3-6 hónap mondjuk így behatárolva, de onnantól, hogy csapra került, tehát föl van szúrva a hordó, az egy hét. Uh-huh. Na most nyilván ezt ki lehet küszöbölni hűtve tárolással, nálunk ugye a csapok mögött például hűtve van tárolva a fölszúrt hordó, tehát megvan erre az átrendszerű technológia, de hát ez nem egyszerű, tehát egy körülbelül egy hét. Arra nem beszél, hogy ezeknél a söröknél egy nagyon fontos tényező, hogy az aroma, komló tartalom, meg minden egyéb más elkezd lebomlani. Tehát mondjuk egy 4 hónapos sört már nem lehet fölrakni, mert nem az, aminek kell legyen. Uh-huh. Mert elkezd lebomlani a sörben. Egész egyszerűen más lesz az íze, ha jól értem. Tehát, így van. Nem lesz annyira komlós, nem lesz annyira karakteres, nem lesz annyira szénsavas, akármi. Így van. Mennyire fogjátok tudni azt mondjuk tartani, hogy ha én mondjuk holnap bemegyek a Malátába, vagy pláne a napfényműterembe, ugye a szegedi hallgatók nyilván tudják, a belváros két frekventált helyéről van szó, Széchenyi téren meg a Feketeházban, tehát hogy mondjuk bemegyek, és akkor nagyjából meg fogom tudni ezek után a nagy másfél hónapos hosszú ideig tartó logisztikázás után kapni azt a mennyiségű italt, azt a készletet, amit korábban megszoktam, vagy másokat fogok találni, más típusokat, vagy kevesebbet, de hasonlóakat. Most hogy álltok ezzel? Azt kell mondjam, hogy a kollégám, most nem akarom így se hátulról, se szembe dicsérni, zseniális ebbe. Olyan sörökkel indulunk, ami szerintem az országban most nincs. Olyan mennyiséggel indulunk, ami egyedülálló, importvonalon is nagyon sokat erősített. Jó lesz, tehát hála Istennek nem félek ettől. Nagy lesz a rotáció, az biztos, tehát meg lesz mind a két helyen az a 4-5 alapsör fajta, ami mindig van. De szerintem én úgy látom, hogy sikerült neki úgy összerakni, hogy nem fogják észrevenni, hogy milyen nehéz ez, vagy hogy működik, de ezt vállaltuk, ezt csináljuk. Malátta különösen, tehát a két hely között mondjuk az a különbség, hogy az nagyon erről szól, tehát így elvált a kettő egymástól, azért ott különleges sörök lesznek, és ott erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni, napfényműterembe is. Szerintem nem fogja senki észrevenni, sőt, mivel nehezen indul, és ennek nem azért mondom így, mert örülök, de az országban más helyek is nagyon nehezen indulnak, így azért mennyiségbe tudtunk úgy hozzányúlni beszállítókhoz, főzdékhez, komoly mennyiségekkel, ahol vannak ígéreteink, és szerintem lesz utánpótlás. Ott lesz utánpótlás, ettől nem félek. Ha más nem, akkor az importvonalon. Tehát ott elég komoly beszerzési források vannak. Tavaly is, tavaly előtt is olyan söröket raktunk föl például a Malátába csapokra, amit Európában mondjuk nem biztos, hogy megtaláltál hasonló kézműves helyeken. Na tessék, hát akkor ez is egy új információ, legalábbis én például ezt nem tudtam. Igen. Mennyire jött be ez a sör kiszállítás? Mert hogy én ezt nálatok láttam, meg még talán egy helyen Szegeden, máshol nem nagyon, és bárkivel beszélgettem erről, mindenki olyan furán állt ehhez, hogy valaki azt mondta, de jó ötlet ez, aztán másik ember rávágta, hogy jó, persze, jó ötletnek tűnik, de fogsz vajon valaha is rendelni? Voltak, akik rendeltek sört tőletek, így házhoz szállítva? Hogyan zajlott ez? Egyáltalán hogy kell ezeket a fajta söröket elképzelni kiszállítva? Régebbről kezdeném. A Malátában volt egy koncepció pár éve, hogy van egy olyan gyártó, aki olyan csaprendszert készít, ami alkalmas arra, hogy ugye a hagyományos módon pohárba, korsóba is lehet csapolni, illetve teljesen zárt rendszeren keresztül ugyanerről a csapról
PET palacba meg lehet tölteni a sört előfeszítéssel széndioxiddal, ami azt jelenti, hogy a csapolt sör íz élményét adja 2-3 napig felbontás nélkül. Hogyha felbontod ezt a palackot, én nem nagyon hallottam olyat, aki nem itta meg, de mondjuk én kipróbáltam nem egyszer, hogy nem ittam meg az egészet, és másnap még hibátlan volt. Ez egy, tehát a hordótól a palackig teljesen zárt az egész rendszer, úgy kell elképzelni, havzásmentesen megtölti ez a csapa a palackot. Gyakorlatilag kicsit fura a dolog, mert mondjuk otthon egy kerti partiba vagy bármibe kibontja az ember hűtve, és akkor kitölti magának. Érezni a különbséget az üveges, meg a dobozos meg e között. Mi ezt anno elkezdtük, és ebben nagyon hittünk, egy ilyen nagyon egyedi gyártású csaprendszer készült ehhez, akkor ez volt az országban az első. Azóta nagyon sok helyen Pesten ilyet már csináltak. Ebben az egész nagyon rossz helyzetben az egyetlen jó, ami volt, hogy nem volt lehetőség bejönni, meginni, ezért nagyon sokan például malátából elvitték, vagy rendelték. Tehát a maláta, a napfény is egyébként, de a maláta az ilyen szempontból hihetetlen volt a tél, mert igen, rendelték, és jönnek érte, tehát elég hajtos volt a telünk konkrétan beszerezni olyan mennyiségű csapolt sört, amit ki tudtunk szállítani, és van erre egy igény, van egy réteg, aki ezt keresi és kedveli. Tehát megvan Szegeden akkor az a törzsközönségetek, aki a korábban is gondolom odajárt, és akkor utána is visszajárt hozzátok ezekért a flakonos sörökért, amik ugyanezt az élményt tudják produkálni. Hát ugye vagy kiszállítással, vagy lerendelte telefonon előre, bepalackoztuk, és mindig eljött érte arra, 2-3 percre belépett a malátába, vagy a napfénybe, és akkor megkapta és hazavitte. Uh-huh. Működik, és mondjuk ez az 5-5,5 hónap bezárás, ez mondjuk például ezen lendített. Az, hogy a nyáron ez hogy lesz, nem tudom. Most például a nyári pultban, mert a malátában ugye van belső és nyári, tehát külső pult, igen, direkt átszereltük ezeket a csapokat, hogy ha valaki mondjuk éppen nem fér be a kertbe, mert nem célunk telerakni a kertet, tehát nagyon figyelünk arra, hogy azért a távolságok meglegyenek, hogy ne zsúfoltság legyen, bejön, ugyanúgy el tudja vinni palacba, kívül vele a Tiszapartra, vagy a Széchenyi térre, vagy valahol beszélgetni, vagy hazaviszi. Tehát erre mondjuk most különösen figyelünk, hogy ez megmaradjon ez a lehetőség, hogy ő el tudja vinni. Uh-huh. Magyarok vagyunk, mert már beszéltünk az elején. Mit gondolsz, mennyire fogják szétcsapni magukat az emberek? Nem az, hogy most nálatok mennyi részeg lesz, hanem hogy úgy általánosságban. Biztos vagyok benne, hogy igen. Köszönöm a megerősítést, igen. Biztos, hogy igen. Három, gyakorlatilag csütörtökön, 11 órakor, ahogy a bejelentés fölment a Facebookra, illetve múlt hét szerdán, amikor bejelentették, hogy abban az esetben, ha eléri az oltottsága 3,5 milliót, nyithatják a teraszokat, folyamatosan jöttek a foglalások, amit nem tudtunk lekezelni, mert meg kellett értsék a vendégek sajnos, hogy nem tudjuk, hogy mikor nyitunk ilyet, most így, hogy vegyünk fel foglalást. Uh-huh. Gyakorlatilag jövő hét vasárnapig telt ház. Az igen. Tehát akkor holnap, hogyha én bele szeretnék menni holnap, a napfényműterembe, akkor felejtsem már el. Vagy a pultnál megihatom a sört, és annyi. Vagy elviszem. Ja nem, pultnál nem, mert hogy az bent. Nem lehet. Nem lehet, én nem mondok ki ilyet szívesen, hogy nem tudjuk megoldani, mert rugalmasan meg lehet oldani, mert ha bejön a kedves vendég, megkapja a poharat, sétál egy 10 percet valahol itt a téren, vagy a Szent György Albert téren, vagy valahol, és akkor megmondjuk, hogy 4 óra múlva nézzen vissza, hát szabadul egy asztal. De én iszonyat, amit várok, tehát ezt látva, hogy 2 napja senki nem vissza van esve a forgalom, mert mindenki spórol szerintem a hétvégére. Én félek ettől egy kicsit, illetve azt nem tudom, hogy mi lesz, amikor 9:30 előtt 4 órával szólni kell mindenkinek, hogy arra tudnak, de 9:30-kor ki kell menni az ajtón, és mi fog történni 9:30-11 a városba? Igen. Ja, hát azt majd mi is megnézzük, arra kíváncsiak leszünk mi is, mert az egy életkép lesz, az biztos. Igen, hát... Igen.
No, figyelj, szerintem mondjuk azt, hogy, hogy most mi elengedünk téged, mert tényleg dolgoztál eleget, meg fogsz is még a következő napokba. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad, és akkor hát kitartást a következő időszakhoz, meg hát akkor bízunk benne, hogy a jövőben már ilyen hosszú ideig tartó, ilyen szintű bezártsága semmiképpen nem kell szembenéznetek. Tök jó információkat kaptunk, ezt a csapolt sört, elvitelre dolgot, ha megtartjátok, még lehet én is kipróbálom. Köszönjük szépen. Marad, tehát marad. Oké, okay, nagyon jó. Nagyon örülünk. Nagy Gergő, köszönjük szépen, és akkor figyelj, nem mondhatjuk azt a hallgatóknak, hogy akkor menjenek a malátába, és menjenek a napfénybe, mert ezek szerint akkor tele vagytok, de hát ha valaki mégiscsak betéved, akkor lehet, hogy nem fog szomja sem maradni, ha jól értettem. Menjen mindenki mindenhova, és mindenkinek jó legyen. Így van, oké. Okay. Köszönjük szépen. Köszönjük. Hello, minden jó. Ciao. Sziasztok. Hello. Hát igen, egyébként ebben benne van ez, hogy megindulnak a népek, mint egy ökör. Igen. És tényleg, tehát hogy ilyen... Azért, ugye volt egy ilyen mém, nekem Facebookon jött szembe, hogy azok, akik csak egy kis kávéval, meg ásványvízzel akarnak egy teraszon ülni, azok engedjék előre profikat, és akkor majd utána. Tehát, hogy legyen meg azért a sorrend. Tehát, hogy... Na jó, hát nyilván ez csak hülyeség, de hogy igen, szóval azért ebben van egy ilyen verzió. Én egyébként azokat a rendőröket se irigylem, akik szombaton vannak szolgálatba este. Szerintem, hogy mondjam, duplázott létszám lesz, vagy én nem tudom. De hát fiázni, volt de, már itt azért özősszel ilyen 11 órási zárás. Persze. És azért, vagy sőt, mi jó, volt, az éjfél fokozat, volt. Igen, éjfél volt, és 11-kori zárás, és éjfél, vagy valami ilyesmi. Nem is, akkor nem volt ilyen kijárási korlátozás, csak 11-kor bezárt minden. És akkor az volt az, hogy bezárt minden 11-kor, és Szegeden a Kárász utca, tehát Dugonics tér, Kárász utca, Klauzál tér, Széchenyi tér, az úgy nézett ki, mint valami minifesztivál. Tehát 11-től éjfélig az minifesztivál. A taxik azt mondták, hogy olyan forgalom van, mint kisebb szilveszter este előtti pár órában, de döbbenetes volt. Most szerintem valami hasonló állapotokra kell számítani. Igen, ami nem biztos, hogy azért jó, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ez a 3,5 millió ember kapott oltást, attól ők egyrészt védettek, másrészt ugyanúgy, hogyha esetleg tehát nem védettek, igen, nem védettek, tehát, ugyanúgy tudnak át. Kettőt megkaptak, azok már 1,5 millióan vannak, akik már mind a kettőt megkapták, de még azok sem teljesen... De még arra is rá kell számolni, persze. Igen, és ráadásul ugye, mint ezt elmondtuk, meg már sokszor beszélgettünk erről ebbe az adásba szakértőkkel, tehát nem mi okoskodtunk erről, azért ezeknek a vakcináknak a döntő többsége attól véd, hogyha megfertőződsz, akkor ne legyenek nagyon súlyos tüneteid, ne kerülj kórházba, ne kerüljön veszélybe az életed. Ja. Attól nem véd, hogy ne fertőződj meg, és attól sem véd, hogy ne legyél beteg. Csak enyhén leszel valószínűleg beteg. Az egyetlen, vagy hát talán kettő vakcina van a Magyarországon jelenleg 5 forgalomban lévő vakcinában, mert ugye a Johnson & Johnson vakcinát ezt egyenlőre parkolópályára tették, az csak a Pfizer meg a Moderna, és talán inkább csak a Pfizer, aminél már vannak azt igazoló kutatások, hogy az elkapásától a vírusnak is véd. Ennek köszönhetően nyilván a továbbadásától is véd, tehát megszakítja a láncot. Ezért mondom én azt, hogy valójában, ha lehetőség lenne rá, akkor mindenkit a Pfizerrel kellene beoltani, hiszen akkor itt meg tudnánk szakítani ezt a történetet. Tehát nincs annyi mennyiség. Tehát, hogy itt azért, hogy mondjam, tehát engem nem kell félteni abba, hogyha a kormányra, hogy mondjam, neheztelő mondatokat kell mondani, akkor én mondjak, de ezt nem lehet rájuk varni. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy egyszerűen nem tudna a Pfizer Magyarországra 10 millió adagot szállítani, hogy akkor tessék, oltsunk be mindenkit. Úgyhogy nyilvánvalóan más vakcinákat is használni kell, viszont ezek a más vakcinák, ezek meg attól nem védenek meg, hogy ne adjuk tovább, ne kapjuk el, csak attól, hogy ne legyünk nagyon betegek, ne kerüljünk lélegeztetőgépre, és ne halljunk meg a kórházba. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon különböző dolog, és itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy az elmúlt egy hét során több virológus is elmondta, sok helyen megjelent az, hogy egy vakcina után még mindenki viselkedjen úgy, mintha mi se történt volna. Sőt, de tudod mit? Ezt majd adás végén megbeszéljük. Nem, most még Rösz Gergelynek a gondolatait akartam itt felidézni, de majd róla beszélgetünk szerintem az adás végén, hanem megpróbáljuk akkor felhívni egy másik szegedi vendéglátóhelynek az üzletvezetőjét, és hát ő pedig Horváth Norbert, ugye a Garden Bistro és Beach üzletvezetője, akik ráadásul
Hát annyira készültek erre a nyitásra, hogy állítólag ott mindent felújítottak, teljesen új étlap, itallap, minden, tehát egy nagy-nagy megváltozáson mennek keresztül, hogy ilyen hülyén fogalmazzak. Úgyhogy megváltozáson, nincs ilyen szó szerintem. Ilyen van, csak nem így, nem használják csak így. Nem. Mert és a lényeg az, hogy, aki hónap elmegy oda hozzájuk, vagy hónaptól kezdve, az egy olyan helyet találkozott, ami talán eddig nem egészen ilyen volt. De hogy miért, meg hogy, ezt megkérdezzük tőle. Igen, most ezért nagyon sokan átépítettek, kifestettek, megcsináltak mindenféle olyan, legalábbis akikkel én beszéltem ebben a holt időszakban, mivel lehetett vendéget fogadni, úgyhogy most mindenhol mindenki új lesz, és minden lesz, és csak hát észre kell csinálni. Nem menjünk tönkre. Gyomorilag, májilag és észileg se. Norbi dolgozik. Hello, itt vagyunk, szevasz. Hello, Horváth Norbert sziasztok. A vonalban, ha minden igaz. Igen, sziasztok. Gertzola és Kovácsán Norbert. Hát elmondtuk a hallgatóknak, hogy te ugye a Garden Bistro és Beach-nek vagy az üzletvezetője, és hát hogy nálatok egészen nagy erőkkel készítettek erre a nyitásra, és azért nem tegnap óta, hanem hogy itt megváltozott valamennyire még a dizájn is, az üzlethelyiség is, tehát a kert is talán, és hogy új étlap, új itallap, nagyon sok minden változás van nálatok. Először beszélgessünk arról, hogy mik ezek, és hogyan, és mire készültök. Tehát mivel találkoztad az, aki mondjuk holnap után elmegy hozzá? Hát igen, először is már tényleg nagyon vágyik, hogy jöhessenek a vendégek. Hát csináltunk egy új itallapot, egy új étlapot. Az itallap azért az nem annyira más, mint ami eddig is volt. Limonádék, csapolcsörök. Van egy-kettő olyan dolog, amit még a holnapi napon még nem biztos, hogy lesz, mert a beszállítóink is ugye ugyanabban a helyzetben vannak, hogy mondjuk egy palackozott üdítőt még nem tudok mindenből gyártani, és ugye nagyon-nagyon sok termékünknek lejárt az 5 hónapos kényszerleállásban azt a ideje, de azt gondolom, hogy azért az italkínálatunk 80%-ával nem lesz gond. Uh-huh. Az étlapon meg valóban ott hát ugye szezonálisan fölkerültek olyan dolgok, amik több zöldség, több hal, illetve egy borjúragú levesünk lesz például, amit eddig nem főztünk, mármint a legutolsó étlapunkon nem volt. Lesz töltött harcsánk, ami szerintem nincs minden étteremben, egy ilyen tulajdonképpen egy cordon bleu harcsából, ami egy újdonság. Ellenben megtartunk olyan dolgokat, amik a kiszállításos időszakban kerültek fel a palettánkra, tehát mondjuk egy háromszemélyes tál, egy kétszemélyes tál, tehát okulva abból, hogy ugye ez a bezárás ugye másodszor is elér bennünket, a kiszállítást sem szeretnénk elengedni, hát azt mindenféleképpen tovább kell vinnünk, úgyhogy lesz kiszállítás, lesz megpincén is nálunk, illetve várjuk ugye a vendégeket. Oké, nálatok, hogy álltok munkaerővel? Mert hogy itt azért sokaknál az volt, hogy elküldtek embereket, aztán most elmentek emberek vagy maguktól. Elmentek maguktól az emberek, igen. Vagy most a nyitásra már ugye nagyobb kapacitás kell. Van. Uh-huh. Amivel ugye nagyon megfűzött gondolom a tulaj, gondolom, de tudom is, hogy tulajdonképpen a 15 fős létszámból 13-an megmaradtunk, viszont ugye a stéget is nyitjuk a jövő héten, ezért látom, hogy mennyire nehéz találni embert, mert ugye oda gőzerővel keressük az embereket a stégre. A bisztrót hál' Istennek így ki tudjuk nyitni. Annyi, hogy futárt kellett keresnünk, mert ugye a felszolgálóink, illetve a pultos sok voltak a futárok. Ők most ugye visszalépnek a helyükre, aha, és az ő helyükre kell keresni futárt, amit a mai napon meg is találtunk két futárt. Tehát hál' Istennek azért abban szerencsénk volt. A szakácsok is tulajdonképpen mind téli álmunkban végig voltak velünk. Ami azért most nagyon jó, hogy nem a nulláról kellett természetesen kezdeni. Uh-huh. Itt mondtad azt, hogy lejártak vagy lejárnak a szavatosság idők. Ezek közül mi volt, ami legnehezebb? Mert valószínű az van, hogy ott a sörgyárnál, az üdítő palackozónál, és mindenkinél az van, hogy jó napot kívánok, szeretnénk kérni egy 8 rekesze ebből, 8 rekesze abból, 12 ebből, de gondolom, hogy ők is ilyen végtelen számúval rendelkeznek. Mi a legnehezebb, amit be tudtatok szerezni? Mit kell? Igen. Hát az a kiszerelés, amit csak a vendéglátósoknak gyártanak. Ezek a kicsin, gondolom, ezek például a 0-35-öst, ugye azt
azt eleve csak ugye magától a, attól a, ugye cégnevet nem mondok, attól tudom megvenni, aki, akivel dolgozom, illetve mondjuk metró, vagy van két nagy kert. De nem tudnak, mert mondták, hogy az ő készleteik is hasonló szabatosságú, mint ami nálunk van. Aha. Tehát mondjuk van egy-két íz, amiben mondjuk tudna adni már áprilisét, hát aztán olyan nálunk is van. De azt mondták, hogy a jövő héten, hát gőzerővel gondolom ők is elkezdtek. Hát a sörre meg azt mondták, hogy a, nem fejtették le ugye a hordóba a 30 liternyi mennyiségeket, mert azért ez a nyitás most így hirtelen jött. Tehát lehet, hogy kicsit későn ébredtek, de tulajdonképpen sört, azt ma megkaptuk. Ma megjött minden sör, föltöltöttük a borhűtőt. Hát a borba is volt egy kis egy-két olyan tétel, hát ugye a rozéborok már ugye októberben is csak félárbottal tudtunk menni, ugye hamarabb zártunk. Tehát bizony, ilyen még nem történt, hogy 19-es rozékat, azt, hát azt majd ilyen megittuk. Igen. A főzőbornak jól lesz. Azt már nem rakjuk ki. Igen, hát az már nem. 2019-es rozékat azokat, mondja, most lecseréltük a 20-as rozékra, úgyhogy ugye ebben, illetve hát hál' Istennek van egy csomó tömény, ami nem járhatott le. Ami viszont úgy lesz, hogy holnap a főételt választó vendégeket megvendégeljük egy jégerrel, vagy egy vodkával. Ilyen ajándék lesz, ilyen gárdán. Na, Gedzó, megyünk. Beszállás, az nem volt, nem rossz, oké. Okay. És ami nekem eszembe jutott, egy másik ilyen tétel, ez mondjuk a lime. Hogy mondjuk, mert lime az nem egy olyan, amit mondjuk, mit tudom én, Szabolcsból hozunk egy kis almát, mert hogy az még talán Szabolcsból lehet, hogy hozunk van. Egy kis lime-ot. De, hogy a híres Szabolcsi lehet termesztő. De hogy itt a környéken nem nagyon vannak híres algyai limeföldek, vagy ilyenek, tehát hogy nincsenek. Tehát, abban hogy, nem volt gond. A lime-ot sikerült, azt rendesen? Mert, hogy... De mi, bementetek egy szupermarketbe, és vettetek egy csomó lime-ot? Nem, hát a zöldséges, hát azért akikkel beszállítókkal is együtt dolgozunk az elmúlt 5 hónapot is, és ők is megérezték ezt. Tegnap előtt, amikor ugye fölhívtam, hogy na, úgy néz ki, mégis működik a dolog, lesz itt nyitás, akkor mondtam neki a lime-ot, a mentát, a citromot, a narancsot, amit ugye mostanában nem vásárolunk, ebből semmi probléma nem volt. Amit sajnálok, hogy kedden jár hozzánk egy úr, aki a különböző ételekre ilyen csírákat, díszeket, de nagyon szép dolgokat hoz, és kedden még nem mertem vásárolni tőle, mert ugye nem lehetett tudni, mikor van. Hát igen, még szerdán. Hát tegnap derült ki 100%-osan. És hát azért ő elmondta, hogy azért 5 hónapig ő nagyon keményen az összes kis növénykét, amit ugye megtermelt, azt dobta ki a kukába. Tehát azért az szörnyű érzés lehetett. Igen, hogyha valami, akkor a csíra az egy olyan játék, ami gyorsan. Azt nem lehet sokáig, igen. Na most egyébként hogy néz ki egy ilyen itallap újra tervezés, amikor mondjuk újra gondoljátok az itallapotokat, akkor nyilván láttátok, hogy eddig miket ittak az emberek, mi volt az, ami népszerű volt. Ilyenkor milyen irányba lehet elmenni? Azt mondjátok, hogy megtartjuk ugyanezt a kínálatot, csak esetleg veszünk még más márkákat, más ízesítésbe esetleg bizonyos italokat, vagy nem tudom, hát, vagy ilyenkor behoztok új italokat, amiket eddig nem lehetett kapni. Hogyan zajlik egy ilyen? Ugye megnézzük, hogy a rendszer ugye engedi megnézni, hogy mi az, ami trendi volt, amit jobban ittak, amit jobban kedveltek. Én azt gondolom, hogy nálunk elég széles az italkínálat is, tehát semmiből nincs olyan, amiből kimagaslóan nagyon sokat isznak. Ugye szezonálisan nyilván egy nyári időszakban azért a spritzek, a fröccsök, a különböző ízekben, levendula, rózsás, ezek mennek. Ezeket raktuk most vissza, mert ugye amikor bezártunk, akkor mi szeptember végén csináltunk egy étlapot az őszre. Tehát ahol zártunk be, ott a sütőtök, nem tudom, ami ízben volt például a kávéknál, azokat most nyilván levettük, és akkor most hirtelen ezeket visszaraktuk, de tulajdonképpen ez annyira újdonság, csak hogy lehet, hogy ez már mondjuk 2 éve is volt, tehát ugye mindig variáljuk valamennyire. Most itt az ételeknél egy kicsit jobban tudtunk, mert az utolsó étlap, amivel bezártunk, az még mondjuk inkább ilyen nehezebb ételek voltak rajta. Csülök, báránycsülök, rablóhús, most megmondom, inkább a halak felé mentünk el, lazacból lesz több, nyokkiból, tésztából, ami még megújul, hogy a körítés, hogy a lecseréltük amennyire tudtuk a tányérokat, az evőeszközöket, hogyha már egyszer így
tényleg ennyi idő után újra beül hozzánk valaki, akkor a megszokott minőséget kapja, de láss, tehát egy új köntösben. Ilyenkor amúgy mit csináltok a meglévő tányérokkal, evő eszközökkel? Kidobját? Vagy ezzel mi történt? Nem, nem. Puskával szétlenítod az agyaggal. Nem dobjuk ki, de most pont az elmúlt másfél órát ezt hallgattam, hogy hova rakjuk ezeket, azokat, amazokat. Hát van egy raktár, amit most újra gondoljuk, hogy mit hova pakoljunk. És akkor egyszer majd újra elővesztek ezeket, vagy egy rokonságnak szétosztogatjátok? Nem, hát egyelőre marad. Hát a talomban. Vannak tudomások olyan, hogy vannak olyan tányérok, ami a vendéglátásnak szállnak, az akár képes arra, hogy mondjuk 4 év alatt a 120-ból mondjuk megmarad 80, de hogyha ilyen lakosságit vásárol az ember, az lecsempül, az megy a kukába. Tehát ami olyan, az megy a kukába, ami jó minőségű és kevesebb marad, azt félre rakjuk, mert esetleg jó lehet még arra, amikor mondjuk egy rendezvényre vagy másra terítünk. Uh-huh. Úgyhogy... Az italokból milyen újdonságok lesznek? Tehát, hogy lehet-e találni mondjuk valami olyan dolgot, ami eddig egyáltalán nem volt? Mondjuk egy olyan sör, vagy egy olyan, nem tudom, olyan bor, ami eddig egyáltalán nem fordult elő? Hát most a borban azért nem cseréltük, mert a borlapunk az külön van. Tehát ugye az új borokat rendeltünk, hogy aktuálisak legyenek a végjáratban. Sörben mondjuk búzasört most csapolunk. Az most újdonság, hogy lesz búzasörünk. A többi az most úgy hirtelen, hát annyi minden van. Én inkább azért a konyhát gyúrom egy olyan 3 napja, hogy az étlap összeálljon. Most kolléganőim most fűzik be az étlapot, mert hát tényleg annyira ki volt itt minden számolva, hogy a nyomdában most hoztuk el az étlapot, azt most fűzik pont a kolléganőim. Oké, általános kérdés, ez mindenkire vonatkozik. Szerinted mennyire fogják szétcsapni magukat az emberek? Nem nálatok, hanem úgy általánosságban. Szerinted? Nem tudom, az biztos, hogy amikor nekivegyünk egy évnek, januárban, akkor mindig olyan foglalós füzetet veszünk, amiben a hétvége, ugye a hagyományos határidő naplóban a szombat-vasárnap az mindig csak ilyen megfelezett, tehát az ugye nekünk nem jó. És hát most szembesültem vele, hogy hát ugye ebben nem nagyon foglalkoztunk az idén, és a holnapi foglalásainkat már nem tudtuk beírni a kicsi szombatba, tehát most mondtam a kollégának, hogy jó, holnap veszek egy nagyobbat, és írják a péntekre, mert ugye nem tudjuk elnézni, mert ugye holnap még nincs foglalás, de bizony holnapra, tehát a szombati napra most már van egy 10 pár asztal foglalásunk, ami azért látszik, hogy nagyon, nagyon jönni akarnak az emberek, nagyon ki akarnak mozdulni. Hát, tehát akkor még van hely valamennyi. Van még valamennyi. Igen, mert hogy ugye itt... Hallottunk már, hogy teljes teltházban, igen. Ott full teltházban. Hát nálunk még van hely, de azért nagyon szépen telnek a foglalások. Atyaig. Mennyire lehet ilyenkor számítani, vagy mennyire számítotok ti a régi, jól bevált vendégeitekre, a törzs vendégekre? Egyáltalán tartottátok-e velük valahogy a kapcsolatot? Nyilván Facebook, közösségi média, mindenki valamennyire használja, de hogy tudtátok-e azt a magot, mert biztos, hogy ti azért látjátok, akik nap, mint nap, estéről estére ott vagytok, hogy kik azok, akik visszajárnak, törzs vendégnek számítanak. Őket mennyire lehetett megtartani, és hogyan, és milyen formában? Így, hogy tulajdonképpen a futárokból lettek, vagy a felszolgálókból lettek a futárok, így nagyon sokszor mondta a bejövő kollega, hogy nem képzeld el, hogy ahol voltam, ő is törzsvendég. Tehát ugye egyrészt a közelben lévő, tehát ahol mi vagyunk helyileg, nagyon-nagyon sok helyre szállítottunk ételt, tehát én azt gondolom, hogy ez már egy ok az optimizmusra, hogy a törzsvendégeink azért kitartottak mellettünk, illetve hogyha Facebookon vagy Instán megszólítottunk most ebbe a pár napban, például ilyen étlap ötletelésben is benne voltunk, hogy mit szeretnétek mondjuk az étlapon, amit mi eddig nem adtunk, és most milyen jó lenne, volt egy ilyen kis posztunk, és ott is nagyon-nagyon sok hozzászólás és újító gondolat jött, mind pozitívan, úgyhogy bízunk benne, hogy azért a törzsvendégeinknek a sok... Szóval jelentős része megmarad, aha. Így van.
Na most nektek azért ugye van egy másik helyetek is a Damjanics utcai éttermeteken kívül, ugye ez a Stég, a Garden Stég. Igen, a Garden Stég. A Tiszán, ugye a Tisza-Újszegedi oldalán a partfürdőnél. Igen. Azzal mennyire kalkuláltok? Azzal mi a helyzet most? Ott mi történik? Lesz ez? Mikor május. Lesz? Május? Május 1-e. Ja, május 1-e. Május 1-e. Tehát az is itt van a nyakunkon. Hál' Istennek. Tehát oda a csapat, mert azért azt meg kell mondanom, hogy ugye ott a szeptember 30-án bezártunk, tehát van, aki visszajön, de most már úgy néz ki, hogy összeállt a csapat, egy műszakban két felszolgáló szakács, pultos, hát ott az időben kell bízni, mert azért a Tiszán mindig hidegen van egy pár fokkal, tehát hogyha most itt már egy olyan 17-18 foknak tűnik ettől a nap, ott azért hűvösebb van, bízom benne, hogy jó idő lesz, ugye teljesen nyitott, tehát ott még egy picit is tető sincsen rajta, de a tavalyi évben is nagyon-nagyon sok sör, bor és sült hal kiment. Ott is készen van az étlapunk, már ott fönn van a weboldalon, tehát hogy ha már az ember meg úgy eszébe jött, hogy hú, hát a Stégen tavaly mit tettem, akkor már meg tudja nézni, hogy az idén mit választ. Ott más, ott teljesen más, bocsánat, teljesen más kínálattal dolgoztok, mint a kisebbel, jóval kisebbel. De igen. Kisebbel, de hogy nagyjából ugyanazt megtalálja az ember, mint a, ha még én emlék a Damjanics utcába, és ott ettem valami nagyon jót, nagyon tetszett, nagyon jó volt a, nem tudom, a bor, amit ittam hozzá, akkor hogyha elmegyek aztán a Stégre, mert hát annak mégis egy más hangulata van, akkor jó eséllyel megtalálhatom ugyanazokat a dolgokat, vagy az egy egészen más? Hát ott is visszük a pizzát lepényt, nem, mert ott az fizikailag képtelenség, de ott is van burger, ott is csinálunk hamburgert. Ott is azért az étlap a salátákra, a lazacra, tonhalra, pisztrángra, tehát ott is a halételekre van kifejezetten. Tavalyi év vett. Már ugye kialakítottuk azt a közönséget. Szerintem azért össze tudják hasonlítani a kettőt, tehát vannak kapcsolatok. No, hát nagyon szépen köszönjük akkor, hogy ezeket elmondtad, de gondolom van még munkátok, úgyhogy akkor engedünk is utadra, és akkor hát sok sikert, meg kitartást a következő napokhoz. Lenne. Itt az előző vendégünk említette, hogy azt nem tudja egyenlőre, hogy hogyan fogja megoldani azt, hogy 9:30-kor kitessékelje majd az embereket, vagy előtte 10 perccel a helyeiről, amiket üzemeltetnek. Gondolom ez nálatok se lesz majd egyszerű, úgyhogy ehhez mindenképpen kitartást kívánunk. Bízunk benne, és hogy jön a jó idő, jön a tavasz, és várjuk a vendégeket. Ja, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Munkát, Horváth Norbert Gárdenisztról, köszönjük. Hello. Sziasztok. Na hát igen, egyébként ez az itt a cifra, hogy az, hogy oldod meg, hogy amikor már van a haj alatt, akkor abból. De azért milyen jó már újra ilyen lelkes beszélgetéseket nem csinálni. Tehát nem az van, hogy most nem arról beszélgetünk, hogy... Eret vág mindenki magán. Igen, és még bírjuk ki még valahogy ezt a pár kis időt, ami persze nem tudjuk, hogy meddig tart. Még lehet, hogy egy hét, lehet, hogy négy, lehet, hogy 12, hanem hogy most végre, újra, valami. És tudom, és én még egyébként annak a híve vagyok, hogy azért még most nagyon nem szabad elengedni a gyeplőt, de azért mégiscsak az embernek valamiféle ilyen mentális töltést azért ad meg egy kis életkedvet az, hogy újra beindulnak ezek a dolgok, ami miatt egyébként amúgy, tehát ez a város azért mindig is szólt erről. Tehát, hogy mert most nem akarok senkit sem megsérteni, de egy olyan faluban, ahol mondjuk kettő kocsma van, ebből amúgy is be van már zárva 10 éve, ott azért ez nyilvánvalóan kisebb problémát okozott, vagy hogy mondjam, tehát hogy ott azért, érted, de Szeged az azért mindig is, pláne az elmúlt 10-15 évben egyre inkább jellemző volt, pláne a tavaszi, nyári, őszi időszakban a pezsgő belvárosi élet, a teraszok, az ez a maz, a fiatalok az éjszakában. Hát nyilván itt a mediterrán van, sokat így van, napsütés így mellett az érzi. Igen, meg azt, hogy tele van a város fiatalokkal, egyetemváros. Szóval ez a pezsgő élet, ez azért ezt a város nagyon megváltoztatta. A hangulatát, az egész milliót, ami itt van. Az, hogy ez visszatérhet, azért az egész szemben. Milyen durva ez, nem? Hogy amikor emlékszek rá, hogy ősszel még egy ilyen, amikor Covid, neked, amikor még mielőtt Covid-os lettél, előtte ugye voltunk egy helyen, és hogy nem, senki nem gondolta, nem? Hogy egyszer, hogy majd ez
tényleg ezt fogjuk várni, hogy leüljünk egy megint egy kávét, mert most nem az, hogy most tényleg mennyire fogunk ordinári módon berúgni, hanem hogy leül, le tudsz ülni megenni egy levest. Vagy bármi, egy, vagy egy érted, az, hogy valakivel leülsz ketten egy asztalhoz, és beszélgettek. Úgy, hogy nem otthon vagy, és mondjuk tényleg megiszol egy kávét, vagy egy... Tudod, szokták ezt mondani, hogy mindig akkor értékelődik föl egy dolog az ember életében, amikor elveszik, ha nincs. És azok a dolgok, amik tök természetesek voltak eddig, hogy beültél egy, mit tudom én, egy helyre, és megittál valamit, vagy elmentél egy kiállításra, megnézted, vagy a moziba, vagy színházba, vagy akár csak tényleg az, hogy nem tudom, kiültél egy teraszra, és ettél egy fagyit, de a teraszon ülve, vagy bármi, vagy csak itt áll egy limonádét, de ott kiszolgáltak a hangulat, a napsütés, vagy az éjszakai fények, vagy bármi. Ez most nem volt, és itt azért rájövünk arra, hogy ezek a dolgok, amiket tök természetesnek vettünk az életünkbe, és úgy gondoltuk, hogy hát ezek olyan, szinte már meg se becsültük, mert úgy vettük, hogy ezek a alapdolgok, azok, amikor elveszik tőlünk, akkor hirtelen rájönk, úristen, mennyire hiányzik, mennyire kellene ez nekünk, mennyire jó. És mondom még egyszer, pláne ebben a városban. Szerintem senki nem lepődött meg azon a híren, amit tegnap a Szeged.hu szerintem mi hoztunk le először a városban, hogy nem lesz borfesztivál. Tehát ezen azért olyan nagyon senki nem lepődött meg. Egy kicsit viccesre is vettük azt a, így igyekeztünk, próbáltuk azt a címet, hogy a nap legdrámaibb híre, mert azért valamennyire mindenki érezte ezt, meg sejtette. Tehát próbáltuk ezt a ebből adódó egyébként tényleg feszültséget oldani ezzel a kicsit poénrosnak szánt címadásra. De közben meg azt vettem észre, hogy mégis tömkelegéve százával jöttek a reakciók, meg e-mailbe, Facebookon, mindenhol, hogy nem lesz. És akkor persze voltak ezek, akik mi ebben meglepő, lehetett rá számítani. Persze, lehetett rá számítani, de közben mégis egy csomó ember volt, aki azt mondta, hogy de jó lett volna, de kár, de miért nem, persze, mert azért... Mindenki, aki ebben a városban az elmúlt 10-20 évben járt a Szegedi Borfesztiválon, eltöltött egy-két estét, vagy az összes estét jó időben, a Széchenyi téren, a Szeged napja rendezvénysorozat során a városban, azért az tudja, hogy annak milyen hangulata van, tudja, hogy az micsoda pezsgés, micsoda élet, micsoda ilyen zsizsegés, és az most hiába lesz ez a nyitás, az még például nem lesz. Tehát már örülünk egy csomó dolognak, de az például nem lesz, és akkor ilyenkor az ember azért még érzi azt, hogy azért még ide van hova fejlődni. De közben meg nagy, és ez nehéz lesz szerintem betartani, hogy azért még az is benne van az emberben, hogy azért még a gyeplőt tényleg nem szabad elengedni. Tehát ahogy az operatív törzs, tegnapi, pedig tényleg távol álljon tőlem, hogy őket nagyon sokat idézzem, de hogy az operatív törzs tegnapi ülésén, vagy ülésén, tájékoztatóján elmondta, ott nem sok kicsoda, hogy azért attól, hogy nyitnak a teraszok, még nincs vége a járványnak, még nincs vége a korlátozásoknak, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt elmondták, mert most csak a teraszok nyitnak. De nagyon gyorsan lesz itt más, mert ugye ma már az is nyilvánosságra került, hogyha elérjük a 4 milliót, ami már azért nagyon közel van, akkor szinte valójában minden beindul. És akinek van oltási igazolványa, meg védettséget igazoló igazolványa, az szinte majd, hogy nem olyan életet élhet, mint előtte. Tehát minden lesz. És nagyon könnyen hihetjük majd azt, hogy esetleg itt vége van, nincs járvány, nincs semmi, nem kell félni, de közben kell félni. Tehát, hogy kell, vagy nem kell félni, tudod, jobb félni, mint megijedni ezek közt, de hogy tényleg. Tehát azért még óvatosan, még nincs beoltva egy csomó ember, még nagyon sokan csak az első vakcinát vették fel, tehát azért még szerintem ez, hát bár valószínűleg sok összeölelkezés, meg összeborulás lesz hónap után, de én például úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy a kedvenc törzshelyemre elmegyek meginni egy italt, de hogy nagy dorbézolást nem rendezünk még a barátokkal, az egészen biztos. Mert azért még hát óvatosan. Ezzel én is így vagyok. Tehát, hogyha valaki menne, az mondjuk biztos, hogy én vagyok. Hát, hogyne, de hogy valószínűleg én most ezt a hétvégét tudja, hogy kihagyom. Tehát, hogy mert úgyis annyian fognak menni, tehát hallottad te is, hogy mindenhol mindenki lesz. Tehát, és az nem biztos, hogy ez jó. Most például az egyik ismerősöm szintén, és már több ilyet hallottam, ugye az első vakcinát megkapta, rá egy pár nappal elkapta a Covidot, és nincs ízérzékelése, és folyik az óra, és hát a klasszikus. Persze, mert hát nem alakult ki neki a védettség addigra, hát tehát valójában, igen, mintha be se oltották volna. Most igen, akkor most igen. Ez hogy... tehát ezt nagyon óvatosan kell azért ezzel bánni. Óvatosan, tényleg, ez még azért nem akár. Hát a másik, vagy oké, akkor ezt telefonáljuk majd utána bele. Igen, mert hogy még szeretnénk egy valakit felhívni,
de ő azt mondta, hogy hát próbálkozzunk, aztán majd meglátjuk, hogy mivel járunk, mert hogy hát persze nagy üzemű standolás, meg színpad, az nem, még színpadot nem építenek, de hogy pultépítés, meg minden teszik oda, rakják, hozzák, érkezik az áru. De szerettünk volna felhívni egy olyan helyet is, aminek nem volt kiszállítás, ahol nincs étterem, ez a klasszikus konyha, hanem egy kocsma, mondjuk így. Pub. Mondjuk szépen angolul, és akkor igen, más, mondjuk, igen, pub, de hogy azért, mert hogy azért ők nekik tényleg az volt, hogy teljesen el kellett húzni a rolót. Ráadásul egy olyan helyet gondoltunk direkt emiatt, ami ugye egy tipikus egyetemi hely, ez a nyugi, amit mindenki ismer a városban, aki volt egyetemista, az nem létezik, hogy nem jártott legalább egyszer az életében, ha nem jártott, akkor nem volt egyetemista. Tehát ez olyan, mintha nem fotóztad le, nem is történt meg, vagy nem tetted ki a Facebookra. Tehát aki nem volt a nyugiba egyetemista, az nem volt egyetemista, de aki nem volt egyetemista, az is járt a nyugiba ebben a városban szerintem az elmúlt 20 évben, vagy már több. Úgyhogy megpróbáljuk felhívni a nyugit és megkérdezni, ott mi a helyzet, mert ugye hát egyetemista hely, tehát ott ráadásul náluk dupla volt, mert még ha nyitva is lehettek volna, akkor is hát egyetemisták azok hol vannak, hát online oktatás volt. Úgyhogy megpróbáljuk Nagy Mihály Gábort felhívni, és meglátjuk, hogy felveszi-e, ha nem, akkor hallgatóktól is meg mindenkitől elnézést, mert de hát tényleg nagy munkában vannak most ők. De most mindenki, de tényleg ezt azért tegyük hozzá, hogy tényleg rengeteg embert hívtunk, és mindenki azt mondja, hogy ja, bocs, ne haragudj, de most nem jó. Hello. Na hát, épp most mondtuk a hallgatóknak, ja, hogy talán lehet, hogy fel se veszted a telefont erre első csörgésre. Kise csöngött, már fölvetted a telefon. Na hát, Nagy Mihály Gábor, nyugi üzemeltetője, vagy te ugye, és hát arról beszéltünk, hogy hát azért ti egy olyan hely vagytok, ahol tényleg tökre le kellett húzni a rolót, hiszen nem csak az, hogy be kell zárni, mert hogy ti egy kocsma, egy pub vagytok, hanem hogy hát valójában nem is lett volna olyan értelme nyitva lennetek, hiszen egyetemista közönségeteknek a nagy része, akik meg ugye hát online oktatásban otthon senyvednek szegények, úgyhogy hogyan alakult nektek az elmúlt időszak, nem is tudom, már ez a lassan fél év? Hát sziasztok, üdvözlet mindenkit! Az elmúlt 4,5-5 hónap az elég kaotikus volt. Hát nyilván az ember hétről hétre, hónapról hónapra számított valami pozitív visszajelzésre ezzel az egész pandémiával, vírus helyzettel kapcsolatban, de ez valahogy sose akart alakulni. Hát nagyon nehéz volt. Nyilvánvalóan a költségeink nagy része megmaradt, még hogyha úgy is gondolkozunk ezzel, hogy ezeknek csak igazából a töredéke, mint a teljes üzemeltetés ideje alatt. De azért egy olyan üzletnél, ami nulla forgalmat hoz napi szinten, és hogy az embernek úgy megy a vállalkozásából a pénz, az nem olyan jó. Elég idegörlő volt igazából. Most múlt hét szerdán, amikor bejelentették ezt, hogy hét szerda csütörtökön lehet nyitni. Bocsánat, csak közben itt éppen beszélnek hozzám. Egy pillanat. Jó. Intézés. Itt vagyok, elnézést. Semmi gond. Megbeszéltük, hogy itt azért dolog van közben. Persze, elég nagy most is csak állt. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt ez a 4,5 hónap. Hál' is ennek a múlt hét szerdán mondták ezt, hogy igazából a teraszok nyithatnak. Ennél a 3,5 milliós beoltottságnál. Na most azóta is, mint ahogy minden más vendéglátós, mi is ezt mondjuk, gőzerővel készülünk a nyitásra. Most is itt vagyunk az üzletbe, és holnap délbe fogunk kinyitni. De most már úgy látjuk az alagút végét, mert azért itt volt egy kis káosz, mert mi benne voltunk egy kisebb átalakításban az üzleten belül. És ugye ez a múlt héten, ahogy megjött ez a hír, ez azért eléggé fölgyorsította a folyamatokat. Tehát nyilván ebben a helyzetben az ember már egy napról nem akar lemaradni, amikor már lehetősége van arra, hogy nyithasson. Főleg, hogy ilyen kedvező alakult az időjárás itt a hét második felére. Azt mondnak, hogy... Igen? Azt akartam kérdezni, hogy mi volt a legnehezebb megszervezni? Azt, hogy legyen elég ember, azt, hogy legyen elég áru, illetve, hogy legyen lime. Ez nálam ma egy ilyen kardinális kérdés. Figyelj, ebből az egészből a harmadik volt a legnehezebb, és ezt nem is fogjuk teljesíteni, mert a lime beszerzésünk az elég gyér. Na, tehát emberrel kapcsolatban nagy szerencsénk volt, a dolgozói nagy része az vissza tudott jönni dolgozni, hál' Istennek. Azért nyilván egy vendéglátó üzletet újra úgy üzemeltetni, hogy úgymond teljesen vakon lévő emberekkel az üzlettel kapcsolatban, hát az borzasztó nehéz lenne, de mondjuk azt, hogy az embereiknek a 80%-a visszajött, és ez már azért egy borzasztó pozitív volt. Én személy szerint ezért izgultam a legjobban, hogy ez hogy fog alakulni, de ez úgy tűnik, hogy megoldódott. Az árubeszerzésre én annyira most nem panaszkodok, nyilván megértette az ember a sörgyárnak, vagy az üdítőcégnek, vagy bármelyik cégnek az álláspontját, hogy
hogy nem fejtettek még le sört, nem gyártottak annyi üdítőt, tehát ez alkalmazkodni kell, ezt nem tudunk ezzel mit kezdeni, ez másnál is így van. A vendégek szerintem úgy lesznek vele, hogy most nem akarok hülyeséget mondani, de itt igazából már ez a kocsma feeling hiányzik nagyon sok mindenkinek, legalábbis a mi üzletünkkel kapcsolatban, és ahogy a bezárás előtt is, az utolsó napokban is majdhogy nem úgy volt, hogy majdhogy nem mindegy már, hogy kihatnak, csak kihassanak valamit. Kicsit hasonló a helyzet, nyilván az árunak a nagy része az megvan, némi hiányossággal, tehát csapolcsörökből, üdítőkből, ebből abból azért nem tudtunk rendelni, mert nem volt a nagy kereknél készletem. Ezt gondolom az elkövetkező egy hétbe nyilván próbálják ők is orvosolni, mert egyértelmű, hogy ők se tudták, hogy mikor lesz itt nyitás, ezért nyilván a gyártósorok leálltak erre az időszakra. Jól gondolom azt, hogy nektek teljesen el kellett engednetek a dolgozóitokat? Mert hogy hát ugye nálatok nem. Ugye volt itt már olyan vendégünk a mai adásban, aki azt mondta, hogy hát a felszolgálókból lettek a futárok. De hát azért, mert náluk nem csak egy bár működik, egy páp, hanem hogy ott voltak ételek, és voltak ételek, vagy van konyha és ételkiszállítás. Na most nálatok ilyen ebben a klasszikus formában nincsen, vagy nem volt eddig, így aztán gondolom ezt a lépést nem nagyon tudtátok meghúzni. Hogy kellett, vagy mit tudtatok tenni a dolgozóitokkal? Hát vártunk egy jó darabig, ez a jó darabig azt jelenti, hogy november közepétől egész február elejéig vártunk azzal, hogy lesz valami pozitív visszajelzés ezzel az egész helyzettel kapcsolatban, de mivel hogy nem történt meg, mi február elején küldtük el a dolgozóinkat, akik állományba föl voltak hozzánk véve. Nyilván nekünk vannak kisegítőink, tehát napi bejelentős dolgozóink is, ővelük más volt a helyzet, de azért volt egy ilyen 5-6-ös gárda, akikkel ugye aztán február elején megbeszéltük ezt a helyzetet, hogy sajnos nem tudjuk tartani. Tehát azért a bért is fizetni, járulékot is fizetni, és hiába kaptál hozzá állami támogatást, ez oké, rendben, csak még egyszer ismétlem magam a nulla bevételnél, bármilyen jellegű állami támogatásnak a feléhez hozzá kell tenned a magad részét, az azért egy idő után nagyon sok lesz. És, de akkor ezek közül az emberek közül sikerült visszahoznotok, akkor ha jól értem, akkor azért a 80%-át ennek a gárdának. Igen, azért próbáltuk talán tartani velük folyamatosan a kapcsolatot. Van nyilván egy dolgozói messenger csoportot, próbáltuk őket értesíteni, informálni, bárkinek bármilyen kérdése volt, akkor arra válaszoltunk. És nyilván ezen a csoporton keresztül tudtuk őket értesíteni, hogy számítunk az ő munkájukra ezután is, meg nyilván amikor megtörtént ez a elbúcsúzás február elején, akkor ugyanígy ezt mondtuk nekik, és hát úgy néz ki, hogy egyelőre most meg vagyunk emberállományba. Nyilván azért kell majd ember, mert ebben a helyzetben még az, hogy mi esetleg 9-től fél 10-ig vagyunk nyitva, az azt jelenti, hogy szűkül a nyitvatartásunk egy cirka 3 órával napi szinten, 3-4 óra hosszával, és így még azért megoldható, de hogyha netán, nem is tudom, tehát ilyen belátható időn belül ezt a kiárási korlátozást, bármit visszaállítanak a rendes kerékvágásba, akkor onnantól már nekünk is még kell majd plusz ember, de a jelenlegi embermennyiséggel ezt most megoldjuk, ezt a 12 órás nyitvatartási időt. Talán hozzád a legaktuálisabb a kérdés, mert hogy a többiektől is ezt megkérdeztük, hogy nálatok, ahol inkább csak alkoholt fognak fogyasztani a vendégek, gondolom, nem csak kávéra fognak beülni, mit fogtok akkor csinálni, vagy mennyire vagytok felkészülve arra, amikor nekik ezt be kell jelenteni, hogy gyerekek, most itt zárunk. Mert fél tíz van, és fél tízkor. El kell indulni. Ez mennyire lesz hát, egyet nehéz? Eddig is ezt megoldottuk. Nyilván ugye volt már ele valami minimális tapasztalat, mert ugye mi általában azért egy óráig vagyunk nyitva, és aztán tavaly volt az az időszak, hogy 11-kor kellett zárni. Uh-huh. Azt is úgy kicsit, hát nem mondom, hogy furcsán vették, mert tisztában voltak vele az emberkék. Hát a fél tizet majd meglátjuk volna, hogy ez hogy fog sikerülni. De nyilván ezt meg kell mindenkinek érteni, mert tudjuk, hogy azért fél tíz után, ha bármilyen ellenőrzést kap az ember, az nem hiányzik senkinek. Így van. Bezárás, bírság, nem. Tehát ennyit nem ér ez a történet. Uh-huh. Nektek a nyugiban, a nyugi kertben, meg bent a nyugiban is, azért az év során számtalanszor vannak programjaitok, nem tudom, DJ játszik, zenekarok zenélnek, ilyen-olyan programok előfordulnak nálatok, elég gyakori rendszeressége.
Szóval, hogy ezekre mennyire terveztek már? Mert ugye most már bejelentette a miniszterelnök, hogy, 4 milliónál már szinte mindent kinyitnak, már a belső helyekre is majd be lehet menni, például a vendéglátóhelyekre, igaz, csak védettségi kártyával. Nem tudom, erre például majd kell egy ember, aki majd ott áll az ajtóba, és akkor ellenőrzi ezt, vagy ezt hogyan fogjátok megcsinálni, és készültök-e a korábbi programokkal, nem tudom, zenekari fellépésekkel, bármi ilyesmikkel, amik aztán majd lehetnek. Mennyire sok idő ezt egyáltalán leszervezni, számoltok-e ilyennel, vagy ez egyelőre teljesen el van engedve? Nem, nincsen. Ezt igazából a társam Zoli intézi itt az üzletbe, és ugye elég jó terveztünk az elkövetkező egy-másfél hónapra programokkal kapcsolatban. Nyilván ezek mindegy ilyen nagy-nagy kérdőjellel vannak az összes fellépőnél megbeszélve. Egy az, hogy az időjárás véget, és a másik meg az, hogy mit lehet és mit nem címszóval. De programokkal készülünk, tehát az úgy néz ki, hogy azért május végéig azokkal megvagyunk. Hát ez, amit most mondasz, nyilván én nem nagyon nézegettem még híreket, meg ilyen dolgokat nem hallottam ma, hogy az, hogy lesz megoldva, hogy oltási igazolványjal jöjjenek be ide az üzletbe, na hát erre még nem tudok neked válaszolni. Ez egy másik probléma, amit nyilván a 4 millió után fog aktualizálódni számunkra, előre kell gondolkodnunk, de erre én abszolút nem tudom, hogy ezt a jövő hét, ezt a jövő hét közepére ígéri a kormányzat jelenleg, tehát hogy ilyen május elsőjei hétvégén már elméletileg majd lehet menni a vendéglátóhelyek belső részeibe is, de védettség igazolványjal. Ez most a terv. Akkor nektek ez plusz ember, vagy egy biztonsági személyzet, vagy ez ilyen konkrét? Vagy egyáltalán elkérhetitek ti ezt? Vagy hogy lesz ez? Vagy nem tudom. Tehát ennek nyilván utána kell nézni. Meg eleve az is a helyzet, hogy a nyugdíjnak 4 darab bejárata van. Tehát az Vaditér felől van egy nagy kapu, egy kis kapu, Vitéz utca felől egy nagy kapu, meg egy mondjuk azt is főbejárat. Tehát ide a 4 helyre 4 embert beállítani, aki a védettségi, vagyis az oltási igazolványokat nézegeti, hát ez majdhogy nem lehetetlen. Talán az az egy megoldás van, hogyha csak egy kaput nyitunk ki, és akkor azon közlekedik be és ki mindenki. De mondom, ezzel még nem foglalkoztunk, de hát erre is megoldást kell találni. Ez egy olyan dolog, amihez alkalmazkodni kell az embernek. Ezzel más nem tudunk csinálni. Egyébként amúgy ez egy teljesen jó, nekünk is csak most jutott eszünkbe, de ez egy teljesen jogos és érdekes kérdés, hogy ráadásul ezek a védettségi igazolványok, ugye, ezek csak és kizárólag személyes, vagy tehát személyazonosító okmánnyal, tehát mondjuk egy személyi igazolványjal, vagy egy jogosítvánnyal, tehát fényképes igazolványjal együtt, vagy egy útlevéllel érvényesek. Tehát magyarul kvázi nektek igazoltatni kell ezeket az embereket a bejáratnál. Ami aztán ugye felvett egy csomó jogi kérdést is, gondolom, rögtön. Tehát, hogy ezt hogyan lehet majd megoldani, ez tényleg egy jó kérdés, de akkor gondolom ez minden esetre, ha nem is a jogi oldalát nézzük, de személyzeti szempontból ez legalább plusz egy fő vagy kettő, aki ott az ajtóban majd egész nap dolgozik ezen. Hát persze, ebben igazad van, de mondom, ezt tényleg nem tudjuk még, tehát ezt végig kell nekünk is gondolni. Viszont elnézést kérek mindenkitől, és bocsánat, előre is most így közbevágok, de megint kell. Mennem kell. Semmi baj. Semmi baj, csinál. Figyelj, ahhoz képest, hogy azt beszéltük, hogy lehet fel se tudod venni, több mint 11 percet beszélgettünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Felkészítettük mi a hallgatókat arra, hogy itt akár bármelyik vendégünk bemondhatja ezt, hiszen nagy munkába vagytok. Úgyhogy akkor jó munkát. Jó munkát kívánunk, és hát akkor sok sikert a következő napokra, a kitartást, és hát bízunk benne, hogy több ilyen hasonló időszakot nem kell még egyszer átvészelnetek. Hát reméljük, őszintén reméljük, és köszönöm a lehetőséget én is. Minden jót, köszönjük szépen. Ciao. Hello. Na hát, Nagy Mihály Gábor a Nyugiból. Na, csak összejött, jó van, király. Oké, na, köszönjük. Azt akartam én kérdezni, de már elfelejtettem, hogy mi volt az, csak most itt próbálom nézni azt, hogy a 4 millió beoltottnál mik fognak kinyitni. Kinyitnak a színházak. Minden. Zene és táncművészeti rendezvények, ez gondolom a koncert lehet. Nem tudjuk, oké. Cirkusz. Mozi, az nekünk azért elég fontos. Igen. Edzőtermek, fitnesstermek, sportesemények. Így van. Hú, az már nem volna baj, mert... Foci meccs, meg minden meccsre lehet majd menni. Szedeák, játszik a... Már most... ma is van meccs, 6-os, nem lehet menni. Tiszta ideg vagyok. Oké. Tehát sportesemények, uszodák, közfürdők. Oké. Könyvtárak. Oké. Múzeumok, játszóházak. Kalandparkok, vidámparkok. Jégpályák. Fú, a hála az Istennek, jégpályák. Nekem annyira hiányoztak a jégpályák, hallod? Hát jó, de van akinek az lehet, hogy ez kimarad. Oké, okay, Vidámpark nyilván kérdőjel, de hát ez meg nyilván a május elsői hétvége miatt gondolom én.
hát nem lesznek szerintem ilyen rendezvények olyan nagyon. Én azt gondolom, hogy ezeket egy komolyabb május 1-ét megszervezni, azért az nem egy hét alatt történik, és ugye nem lehetett tudni, hogy mikor történik ez meg, úgyhogy szerintem az olyan óriási nagy május 1-ét, tehát mondjuk majál is a ligetben, nem hiszem, hogy lesz Szegeden. Szállodák és hát mondjuk valószínűleg nem, szerintem sem. Szállodák és éttermi belső része is csak ezzel az igazolvánnyal látogatható majd. Így van, hát a mozik is. Valaki esetett azt a poént a Facebookon, hogy kinyithatnak 4 milliónál mozik, de csak 4,5-nél adhatnak filmeket. 5 milliótól filmeket is vetítenek. Igen, 5 millió filmeket is lehet. De addig be lehet ülni a székbe. Mondjuk én már annak is örülnék. Mondjuk egy moziszékbe ülök folyamatosan. Igen, szóval neked minden, aztán nem mondhat semmi. Igen, minden egyes ilyen adásfelvételkor én egy moziszékbe ülök, úgyhogy a moziszékben ülés élménye az nekem nem maradt ki az elmúlt fél évben se, de minden más igen, ami a mozival kapcsolatos. Nem filmet nézek benne. És igen, ráadásul tudod mi van, hogy popcornt is szoktam néha venni otthonra, bár én a moziban nem szoktam, de tudják popcornt venni, de már csak azért tudod, hogy az illata meg egy kicsit a robogta, már mozi feeling, de azt is itt kéne, hogy egyem, és akkor már talán egy picit több lenne, mint na, de és akkor, amúgy és akkor semmi. Rengetegen, én azt akartam ebből kihozni, hogy rengetegen láttam, hogy ezeket megosztották. Hogy mi mindent nyithat. Mi mindent nyithat. Ja. És akkor nyilván azok, akik el sem mentek ótásra, nem is regisztráltak, nincs igazolvány, stb. Ők most föl vannak ezen háborodva, hogy micsoda diszkrimináció ez, hogy mi az, hogy ők nem mehetnek mondjuk moziban, mert nincs nekik igazolványuk. Na most, jó napot kívánok! Mióta mondjuk ezt, és pofázzuk mi is, meg úgy nagyjából már majdnem mindenki, hogy tessék elmenni, fölvenni az oltást. Én értem azt, hogy nem kényszeríthetnek rá arra, hogy te fölvedd az oltást. Semmi baj ezzel. De okay. Akkor vannak következményei. Oké, ne vedd fel az oltást, mert nem akarod. Te úgy gondolod, hogy ma Magyarországon ebben a demokráciában belefér az, hogy te nem veszed föl. Oké, legyen így. Ne vedd föl. De akkor utána tényleg ne lepődj meg ezen. Én se értek vele egyet, de tisztában vagyok. De mivel nem értesz egyet? Azzal, hogy mondjuk esetleg, hogyha valaki úgy van, és rákényszerítik az oltást. Olyan esetben, ha mondjuk ez egy influenza, vagy egy ismert olyan betegség, amire már egy kb. Tudod meg, hogy tényleg őszinte leszek én sem, és már ezt a műsorban sem mondtam, hogy influenza elleni védőoltást nem tudom fölvenni. Hála jó Istennek, nem is szoktam influenzás lenni. Én sem. De ebben az esetben belátja az ember azt, hogy haló, itt ez most muszáj. Ez egy új dolog, igen, ez egy más ez helyzet. Most, itt az történik, hogy ezeket az embereket, akik tényleg van egy valami alapbetegségük, és a vírusra ők úgy reagálnak, ez baromi sok ember meghalt ebbe a betegségbe. Itt ez most nem tudsz ezzel variálgatni, hogy most akkor beoltod magad, vagy nem. De oké, tegyük föl még azt is, hogy még ezt is elengedem. És azt mondom, hogy oké, ne legyen, nem kell fölvenni az oltást, mert hogy ez nemzetközileg is csomó helyen láttam, bár én már utálok Facebookon kommenteket olvasni, de hogy ők berakták azt, hogy ez mennyire, hogy az emberi jogok és az EU jaj, és már. A társadalom, és mindenki, hogy ez diszkrimináció, hogy nem lehet. És akkor az ilyenkor eszembe jut, hogy oké, egy csomó minden nem lehet, azt ugye tudjátok, de a jelenlévő kormány az megoldja, hogy neked úgy legyen. Tehát, hogy egy csomó olyan dologban... Nem csak a jelenlégi... Ez csak most esik le embereknek, hogy ez így... Vannak olyan dolgok, amiket meg tud csinálni a kormány, annélkül, hogy te beleszólnál. Haló, négy évente van választás. Igen. Oda kell x-elni. Egyrészt nem, de másrészt meg ez most tényleg ne varjuk a kormány nyakába. Bármilyen kormányzat lenne, ugyanezt a döntést hozná, mert kénytelen meghozni, hiszen ebben a helyzetben ez a legfelelősségteljesebb és legértelmesebb döntés. Nem nagyon lehet itt most különösebben mérlegelni. Ráadásul... Jó, a felelősségteljes döntés a 3 milliós nyitásnál azért nem... Jó, biztos, az hogy... persze, de most azt mondom, a felelősségteljes arra értem, hogy azt mondjuk, hogy aki hogy semmilyen formában nem vesz részt abban, hogy magát ebben a immunizálja ebben a járványhelyzetben, az egy idő után is ki fog szorulni a társadalom bizonyos rétegeiből, bizonyos helyszíneiről, bizonyos szórakozási formáiból és egyebekből, mert hát ez így működik, könyörgöm. Tehát hogy ez körülbelül az a szint, mint hogy most tehát, hogy lehetne azon is vitatkozni, hogy emberi jogok, hát akkor én mesztelenül elkezdek sétálgatni a Kárász utcán. Na, igen. Aztán jönnének a rendőrök, az úgy elvinnének, mint annak a rendje, vagy mesztelenül akarni bemenni a Hungiba. Nem fognak beengedni, és nem csak azért, mert ronda vagyok, hanem hogyha egy baromi jó nő lennék, akkor sem engednének be, mert hogy ez, tehát van a társadalom. Vizuális típus, hogy elképzelhetek jó nőként ezzel a fejjel. Nem jó. Vagy fordítva, az milyen durva lenne. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy vannak társadalmi normák, és azok meg egyébként változnak, meg alakulnak. Tehát, hogy azért ne legyünk már ilyen nagyon-nagyon ilyen, tehát, hogy imádom ezt, tehát, hogy érted, ez a, hogy nem tudom, emberi jogok, meg mi? Emberi jogokról papolnak azok, akinek fogalmuk nincsen egyébként az emberi jogokról, meg ugye egyáltalán eznek az egésznek a rendszeréről, hogy ez hogyan alakult ki, hogy egyébként hogyan működik egy társadalom. Ezért nem is szoktam már kommenteket. Én nem szeretem ezt, nagyon nem szeretem. Tehát, hogy könyörgöm, 120 vagy mit tudom én hány évvel ezelőtt föltalálták az autót.
Mindenki ment jobbra-balra, rájöttek, hogy kell kressz, meg kell szabályozás. Egy ponton azt mondták, hogy na jó, akkor itt nem vezethet minden idióta autót, hanem csak az, akinek jogosítványa van. És akkor olyantól kezdve jogosítványhoz kötik az autóvezetést. Akkor most jönnének emberek, Én tudok ilyen vezetni, emberi jogok, nekem, nekem nem kell jogos, én nem fogok jogosítvány. Hát emberiségi jog, meg hol az, hol marad? Hát én is hadd vezessek már autót. Nem. Szabályokhoz vannak kötve. Nem vezethetsz autót, csak akkor, ha jogosítványod van. Nem mehetsz be arra a rohadt koncertre, csak akkor, ha be vagy oltva. Ha nem vagy, nem mész be. Ilyen egyszerű. Tehát, hogy ezek, és ez változik a világ sajnos. Változnak a dolgok, új szabályok jönnek, új helyzetekhez kell alkalmazkodni. Ez most egy ilyen új helyzet. Tehát, hogy azért álljunk már meg. Én nálam libernyákabb, liberálisabb, hogy mondjam, szabad elvű ember kevés van a világon, de hogy azért azt mindenki vésse már a fejébe, hogy a személy is az egyén szabadság jogait csak és kizárólag addig kell garantálni és védeni, ameddig az a közösség jogos érdekeit és a jogos tehát a jogait nem csorbítja. Tehát az úgy nem működik, hogy hát az teljes anarchia és káosz lenne, ha mindenki azt csinálna, amit akarna. Mert az én személyes szabadságjogom. Ez nem így működik. Minden a létező összes személyes szabadságjogot meg kell adni az embernek addig, amíg azzal mást és a többséget, a közösséget nem károsítja, nem okoz neki gondot, nem okoz aránytalan sérülést másokba ezzel, hogy ő kiéli az saját személyi szabadságjogait. Tehát, és itt erről van szó, hogy ha én nem oltatom be magam, ha én nem teszek azért, hogy én immunizáljam magam, akkor egy idő után én hogy bizonyos szempontból számomra is veszélyes lesz egyébként a társadalom, tehát azzal, hogy egyébként nem engednek be a tömegbe, még valójában engem védenek, valamint én is veszélyes leszek a társadalomra egy ponton túl, de igazából nem. Nem is annyira ez, ami nagyon játszik, hanem az játszik, hogy a tömeg lesz rám veszélye. Tehát valójában annak a, bocsánat, annak a hülye fejét védik, akit nem engednek be. Aki nem oltatta be magát. Már most, na, tehát, hogy lássuk be, én ezt már elmondtam, én ezt vállalom, aki oltásellenes, az teljesen nem normális, pláne egy ilyen helyzetben. Tehát nagyon-nagyon sok, tehát én értem, minden nem kell nyakra főre minden izét tolni, meg nem kell tényleg minden gyógyszert, meg az antibiotikumot, meg minden tömni magunkba, de amikor egy világjárvány közepén tudós emberek, borzasztóan kvalifikált emberek, és most nem Orbán Viktor, nem Müller Cecília-re gondolok, hanem tényleg komoly tudósok, járványügyi szakemberek, stb. Mondják azt, hogy nincs más út, csak ez, akkor nem nagyon, akkor nekem Pista Alakatos már elnézést, vagy Maria Fodrász, vagy Józsi a Pék, vagy nem tudom, Feri az ügyvéd, az ne jöjjön ezzel, mert nem ért hozzá. Nem ez a szakmája. Majd megmondják, és hallgassunk már azokra, akik értenek ehhez a dologhoz. Ne akarjunk már, tudod, ez az ország, ez mindig a 10 millió szövetségi kapitány országa, meg a 10 millió, de mindenki ezért, 10 millió házmester, meg a 10 millió zenek, meg filmkritikus országa, mindenki mindenhez rohadtul ért. Azért vannak dolgok, amiket be kell látni, nem is, például az epidemiológia, a járványtan, az pont az, amihez a legtöbb ember nem ért. Ugye ne akarjuk már mi megmondani, hogy. Meg ne döngessük már mellünket. Oké, nem kell beoltatnia magának annak, akit nem akarja, de akkor fogadja el, hogy bizonyos dolgokból ki fog maradni az életbe. Ez ilyen. Ez olyan, hogy nem tanulok meg biciklizni, akkor nem fog tudni biciklizni a haverokkal. Ha nem szerzek jogosítványt, nem fogom tudni bőgetni a motort a rakparton. Tudod, csak maximum megbüntetni. Igen. Hát vagy egy idő után nem fogom tudni, igen, mert elveszik a jogosítványt, stb. Ha nem tanulok meg úszni, akkor nem tudok beugrani a többiek közé a vízbe, mert elsőre megfulladok, stb. Nem fogok engedni. Tehát az úszómester kizavar a francba, látja, hogy kapálozok, szerencsétlen kerek. És még egy csomó ilyen dolog van. Ha nem veszek jegyet a buszra, nem szálltok fel, nem utazhatok el. Tehát ez nem áll, ne csináljunk már úgy, mintha itt nem lenne társadalmi normák, nem lennének rendszerek, nem lennének szabályok. Ez is egy szabály. Ilyen egyszerű. Ez egy új helyzet, ennek meg kell felelni. Ha valakinek ez nem tetszik, oké, ne oltassa be magát, akkor otthon marad, Netflixezik, HBO-gózik, meg hallgatja a Szeged Podcastet, vagy nem tudom. Tehát, igen, reméljük. Hát de most például. Nem biztos ez, hogy lehet, hogy ketten most azt mondják, hogy hülyék vagyunk. Hát lehet, ez is egy vélemény. Lehet, persze, hát az persze, most még lehet. Persze. Jó van. No, hát egyelőre ennyi, aztán kiderül jövő hét
péntekre, hogy meg lesz a 4 millió, akkor tudunk-e már ezekkel menni. A sőt, hát lehet védettség hamarabb meg igazolványoknak lesz, is talán meg nem tudom, megpróbálunk utána menni az ügybe, hogy, hogy mondjuk a tied mondjuk lejár. Az enyém, lassan. Neked meddig van? Május? Május 4. 4. Május igen, 10-10-10-et mondtam sok adással ezelőtt, de aztán megnéztem jobban, és rájöttem, hogy elnéztem, és 4. Tehát ugye valójában mire bármire tudnám használni, már dobhatom is el. Tök jó. Ez szép. Igen, és pont most jelent meg azt hiszem a Telexen, vagy valahol egy cikk arról, hogy senki nem nézi egyébként azt, hogy mint ahogy eddig sem nézték, ezután sem fogják, hogy nekem amúgy mekkora az ellenanyag számom, jó-e, hogy lejár akkor, vagy valami. Nem kapok másikat, csak akkor beoltanak. Igen, ez a kérdés az, hogy az mondjuk, hogyha nekem van egy ilyen oltási igazolványom, az meddig véd engem, már a vírus ellen nyilván. De az igazolvány sem eddig. Azért mondom, de hogy oké, okay, hogy az egyszer csak lejár, és akkor utána kell elméletileg ismétlőt ott, vagy mi fog történni? Az oltás, az még az jó kérdés, ez még a többség nem tudják még. Tehát most a másik... Egyelőre azt tudjuk, hogy ezek a vakcinák meddig. Valójában ez tényleg abból a szempontból egy... De most akkor itt, akik szeretik az összeesküvés elméleteket, meg szeretnek nagyon megijedni ezeket, ne kezdjék ezt félreértelmezni. De ez tényleg egy nagy emberkísérlet abból a szempontból, hogy nem tudjuk még azt, hogy ezek a vakcinák meddig jók. Valameddig mindenképpen védenek bennünket ettől a vírustól, megvédenek a meglévő vírusoktól, aztán, hogyha mutálódik, mint most a hírekben van, hogy már valami tripla mutáns létrejött Indiába, stb. Igen. Tehát, hogy az ellen már lehet, nem? De szóval, tehát amik ellen kifejlesztették, az ellen valameddig biztos védenek, és ezekkel az oltásokkal biztos, hogy előrébb vagyunk, mintha nem vennénk fel. Az, hogy meddig védenek bennünket, az valószínűleg a majd, miután túl vagyunk a nehezén, utána majd a beindult ilyen ellenanyagvizsgálatok és satöbbik, meg gondolom lesznek ilyenek, nem csak Szerbiában, hanem nálunk is, meg sok helyen, azok fogják majd talán úgy nagyjából szondázni azt, hogy akkor a társadalmat mikor kell újraoltani. Lehet, hogy ez szeptemberben lesz, lehet jövő ilyenkor. Egyelőre senki nem tudja. Nem tudjuk, ez egy vadonatúj dolog. A tudósok, akik nálunk sokkal-sokkal többet tudnak, de sok dologra ők sem tudnak válaszolni, mert egy teljesen új dolog galának szemben ők is, ami nem azt jelenti, hogy ők tök hülyék hozzá, mint mi, hanem csak azt, hogy ők se tudnak annyit, amennyit más dologról tudnak, de jóval többet tudnak, mint mi, tehát még mindig rájuk kell hallgatni. Még ők is most nézik és figyelik, hogy ez a vírus meddig tart ki, hogy van, lehet, hogy évtizedekig oltani kell magunkat, lehet két év múlva valamelyik gyártó vagy az összes gyártó kifejleszti azt a vakcinát, amit csak egy évente vagy két évente, öt évente kell beadni, lehet nem tudom, öt év múlva már csecsemőket oltani fogjuk, lehet, hogy kötelező gyerekkori oltás lesz a koronavírus ellen, ez még rengeteg a jövő zenéje, nem tudhatjuk. A másik, ami még egy eszembe jutott, hogyha meg lesz az a 4 millió, és mondjuk kinyitnak a kocsmák rendesen, mert valószínű, hogy most bázakeretjén, bár általában őket szoktam emlegetni, még sose voltam életemben, de hogy valami hirtelen bázakeretje van. A hirtelen göröngyösön, ahol van két kocsma a faluba, ott szerinted mennyire fogja érdekelni Marikát, aki üzemelteti a kocsmát, és már fél éve be van zárva, hogy aki bejön, aznak van-e igazolványa, vagy nincs? Nem tudom, hát gondolom lesznek ott is ellenőrzések, bár arra nyilván a madársa jár, de hogy néha elmegy arra egy rendőrautó, vagy nem tudom. De majd látjuk, ez 4 millió után lesz nyilván. De a 4 millió az meg lesz nagyon gyorsan, hiszen jövő héten beindul ez a tömeges oltási szakasz. Igen, most már. És akkor most itt a Sinopharm, vagy Sinopharm, ki hogy szereti mondani, ennek a vakcinának ebből jön most 1,5 millió, ezt most szétoldják vele az országot. Meg elméletleg azokat is oltani kell, amik benn maradtak. Tehát amik így ott vannak még már leszállítva, tehát legyen az Pfizer, legyen az Moderna. Bár érdekes, hogy a Modernát az mintha nem is lenne. De ismersz valakit, akit Modernával oltottak, ugye? Nem. Az lesz lassan a legobskúrusabb ilyen oltás. Én már azt akarom fölvenni komolyan. Hát igen, a Danival beszélgettétek ti a másik podcastben, hogy a Pfizer az elit klub, de a Moderna, az még az eliten belül is. Vannak a szabadkőműves. Igen, de vannak a zeneőrültek, és akkor vannak azon az audiofilek, aki tudod, aki még megveszi a olyan hangfalat, meg az olyan izé, na ez a Moderna, hogy az a legizébb, hogy az nagyon kevés embert oltottak be, vagy legalábbis a mi generációnkban szinte senkit, mert én nem oltottam még senkit, de az is ugye egy mRNA-s típusú vakcina, és hát állítok elég jó, úgyhogy az is van valahol, meg valamennyi, az idősebb lakosságot oltják ezzel, de elmetek a kimaradtakat, azt is el kell oltani. Ugye most azt tervezi a kormányzat, hogy nagyon-nagyon sok embert beoltanak nagyon gyorsan, úgyhogy szerintem simán számíthatunk arra, hogy jövő hét köz, ha ez menni fog, tehát technikailag kivitelezhető,
akkor jövő hét közepe. Hát május 1-re megy gyakorlatilag. Hát addigra igen. Úgyhogy én abba bízok, hogy még egy mozit szerintem bemerek vállalni majd, és remélem be tudok vállalni még a kártyámmal, meg utána hiába estem át a víruson, én május 4-e után, ameddig be nem oltanak, addig én nem mehetek sehova. Csak a teraszra ki, meg amit tudom. Hát az bukó lesz, igen. Na, remélem addigra megjön az enyém, és az enyém, én pedig jövő hétvégén kapom a második. Te május másodikán fogod kapni, május igaz? Május 2, aha. Ja. Anyák napján. Ja, nekem egy csomó ismerősömet azon a hétvégén oltották be, és akkor most tudom, hogy május 1-2 egy csomó mindenki kapja. Hát figyelj, nektek már jó lesz, mert megkaptatok a másodikat. Ebből a szempontból a Sputnik tök jó, mert az fixen 3-7 kész. Az AstraZeneca-nál ott valami azt mondják, hogy minél később, igen, egy időponttal, egy időintervallumon belül, minél később oltják be, annál jobb. Tehát aztán Duda Ernő is mondta, hogy itt nekünk, hogy az valami 12 héten belül, nem akarok hülyeséget mondani, lehet oltani, és hogyha mondjuk megkapod, akkor utána, ha 10 hétre kapod meg, az jobb, mint ha 7 hétre kapod meg mondjuk, mert akkor nagyobb a védettség. De okay, az rengeteg idő. Tehát az rengeteg idő. A Sputnik az 3 hét, a Pfizer az azt hiszem 4-5-6, vagy valami ilyesmi. Én nem tudom, én már... Hát most megmondták ugye, hogy a Sputnik a legjobb. Ja, igen, megmondta a Gergely, azt mondta, hogy az. A Sputnik a legjobb, úgyhogy a Pfizer-nél jobb, én örülök. A Pfizer a harmadik, azt mondta, hármat mondott, igen. Azt mondta, hogy a Pfizer a Pfizer-nél jobb a Sinopharm. Hát, megkaptam az oroszt, kész. Remélem, hogy azóta lesz némi vodka is, csak hogy kedély javítás. De várjál már most, hogy állsz az orosz nyelvvel? Хорошо, спасибо. De akkor még nem megy. De akkor még nem olvasol, hiszen nem tudom. Dostoyevskit nem olvasom még eredeti nyelven. Ja, az még nincs meg. Jó, akkor arra kérünk mindenkit, hogy a hétvégén próbálj meg észre csinálni, amit csinál. Leginkább. Lesz még hétvége, lesz még terasz. Hát akkor lesz, hogyha észnél vagy. Tehát mindenki vigyázzon magára. Élvezzük ezeket a dolgokat, de csak óvatosan. Nincs még tényleg vége a járványnak. Ja, úgyhogy jövő héten is. Igen, addigra talán már felkészültebbek leszünk. Sose vagyunk kártyával kapcsolatosan. Ja, úgy, igen. Ja, de, persze. Sose várod meg, hogy befejezzem a mondatot. Na, a szemét. Puszi mindenkinek, jó hétvégét, szevasztok. Szevasztok, hello.